Folyamatos és durva kritikák érik a magyar miniszterelnököt a kvótaügyi népszavazás kezdeményezéséről, a nemzetközi sajtó részéről. A Bildnek adott interjújában a következőket mondja: döntésem nem Európa ellen szól, hanem az európai demokrácia védelmért. Feledi Botond külpolitikai elemző a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miről szólnak a nemzetközi hírek? Menekült ügyben Brüsszel eléggé forrong, tehát Görögországtól Magyarországon át a mai Bundestagban történt szavazásig, ahol elfogadták az újabb menekült csomagot, gyakorlatilag minden ország egy picit a korábban elfogadott brüsszeli politikák mentén szigorít, de hát a népszavazás az ilyen szempontból azért egy egyedi ötlet volt Magyarországon, hogy bevonják a politikának ezt az eszközét is. Mi volt a cél? És egyáltalán Brüsszel is választ vár tőlünk, ugye ma bejelentették, és választ várnak. Mire várnak választ, és miért volt meglepetés? Ugye, amennyiben jól értettem, a brüsszeli kérdést arra vonatkozik, hogy ezt hol képzeli el a magyar kormányzat az európai döntéshozatalban. Tehát ugye az Európai Uniós szerződéshez való csatlakozásunkkal vállaltuk azt, hogy amit a minisztertanácsban, Európai Tanácsban eldöntenek, ezt Magyarország végrehajtja, tehát ez egy nemzetközi kötelezettség, amit egyébként hivatalosan az alkotmány kizár a népszavazás köréből. Tehát elvileg nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségről nem érdemes szavazni. Tehát itt rengeteg jogi értelmezési kérdés lesz majd ahhoz, hogy eldőljön, hogy ez egy érvényes kérdése, fel lehet ilyet tenni, illetve a kérdés megfogalmazása is izgalmas, hiszen betelepítésről beszél, ami nem letelepedés, ami egy magyar jogi fogalom lenne, és nem is az uniós kifejezéseket lefordítani használja. Nem igazán tudják, tehát hogy van itt igen, probléma. Tehát hogy rengeteg értelmezési kérdés van, de nem véletlen támadta már meg korábban Szlovákia és Magyarország ezt a minisztertanácsi határozatot, ami a kötelező kvótákról szól. Tehát itt tele vagyunk jogértelmezési kérdésekkel. Mindenki azt találgatja, itt néztem a nemzetközi sajtószemlét, hogy a Die Welt, a Presse, mindenki azt írja, hogy Európát Orbán Viktor meg akarja osztani. Hát a magyar miniszterelnök szemszögéből ő szövetségesek együtt a visegrádi államok között, tehát van egy erős szövetségkeresés, és ugye egymás ott akkor nagyon... erőt akar demonstrálni? Ez biztos, hogy a V4-ek felállásával ő tud demonstrálni olyat, hogy nem maradt egyedül. Ugye korábban a magyar miniszterelnök nagyon gyakran egyedül marad, és most azt látjuk, hogy ehhez képest van partnere. Tehát nem csak Magyarország ellenkezik, ahova egyébként érkeztek menekültek tavaly ősszel, hanem azok is, akik egyébként még nem is kaptak ezekből a hullámokból, vagy csak az önkéntes kvóta alapján fogadtak be embereket. Tehát van egy nagyon komoly politikai mérkőzés ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Unió hatásköreit várhatóan újra szabályozó hullámban a szuverenitás határát hol húzzák meg, és ebben a magyar miniszterelnöknek jóval konzervatívabb elképzelése van, mint a nyugat-európai társainak. De egyéb iránt pedig egymás után jönnek ki a menekült kvótát támogató, ugye nyugati vezetők azzal, hogy meg kéne vonni a támogatást azoktól az országoktól, akik nem akarják befogadni a menekülteket. No, már most erre Orbán Viktor azt mondta, hogy jók vagyunk 2020-ig. Jók vagyunk 2020-ig? Hát a nyugat-európaiak ilyenkor megérik a pénzüket, hiszen ugye tudjuk, hogy kb. 500 ember telepítettek át eddig a vállalat 40 vagy 120 ezerből, ahogy vesszük, tehát senki nem hajtotta ezeket végre, csak a magyar miniszterelnök erről beszél is. Tehát, hogy itt van azért egy elég nagy farizeusság faktor ebben a kérdésben, viszont egész biztos, hogy Angela Merkelnek szüksége lenne arra a politikai támogatásra, hogy vállalják ennek a kvótának az elvi bevezetését, addig, ameddig ennek van egy maximális száma. Ugye itt beszélünk a maximált kvótáról, meg beszélünk a nyitott kvótáról. A nyitottról egyelőre nincsen szó, azt majd talán a következő tanácsülésen veszik elő. De hogyha pénzekről beszélünk, akkor lehet az, hogy megvonják a pénzeket tőlünk? Jelenleg erre nincsen jogszabályi lehetőség. Tehát azt, hogy eleve kiosztott pénzeket költségvetési szinten, amit elfogadtak erre a ciklusra, ezt valóban a magyar miniszterelnök jól látja, hogy ez konszenzust igényelne, hogy ezt megvonják. A következő ciklus tárgyalásai most indulnak. Tehát egyébként, ha valaki akarja, most tudja ezeket beletenni, de nyilván ennek az elfogadásához is kell lennének azok a visegrádi országok, akik ezt nem fogják tudni támogatni. Akkor az EU csak ijesztget? Hát Renzi ezzel inkább csak ijesztgette a vezetőket. Nyilván lehet politikai nyomás olyan bizottsági ellenőrző szerveken, akik egyébként a kiosztott pénzek hatékony, szabályszerű felhasználását akár ha akarják, jobban számon tudják kérni. Az unió döntéshozó testületének akaratát felülírhatja a nép akarata? Ez érdekelt engem, mert nem tudom, hogy... Ez egy óriási vita, ugye a Német Alkotmánybíróság az, aki ezekbe bele szokott állni. Tehát a Német Alkotmánybíróság néha húz olyan határokat, amik nem egyeznek a luxemburgi Európai Uniós Bíróságnak az elképzelésével. Tehát ez a vita, ez nem csak Magyarországon folyik, nálunk ez mondjuk ilyen demokratikus, vagy hogy is mondjuk, tehát politikai eszközökkel zajlik népszavazása. A Karlsruhében a Német Alkotmánybíróság, Nagy-Britanniában pedig a Brexit volt ennek az eszköze, hogy újra szabályozzák az unió és az adott tagállamnak a határokat.
határait, a szuverenitás határát. Tehát ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy mennyire megyek bele az integrációba, és ez a ever closer union, tehát a folyamatosan mélyülő európai integráció, ami egyeseknek szimpatikusabb, mások meg Cameron, Orbán Viktor pedig úgy látják, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb irány. Gondolom Merkel is olvasta a mai lapokat, és nem tudom, mi a vélemény erről. Orbán Viktor azt mondta, hogy aki nem regisztrált bevándorlókat a Közel-Keletről, terrorizmust, bűnözést, antiszemitizmust és homofóbiát is importál, üzent a német miniszterelnöknek ezzel. A német kancellárasszony elég sok üzenetet kap mostanában ebben a témakörben, és ezek a felvetések, hogy a menekültek tömegében mik rejtőznek, vagy mik nem, ugye, a megítélésem szerint jelenleg ezekről nagyon kevés a kimutatás, és azt látjuk, hogy a terrormerényleteket, akik elkövették, javarészt ugye állampolgársággal rendelkező emberek voltak. Tehát lehet erről vitát folytatni, nyilván ilyennel még nem találkozott Európa, és jelenleg nincsenek eszközeink. Az igazi probléma az, hogy még nincs egységes unió, addig az eszközök keresését sem tudjuk érdemben elkezdeni, és ez az, amit megakadályoznak ezek a meglehetősen egyre élesedő hangú viták, amire mostan is utalt. De egyéb iránt ön szerint, hogy ha nálunk ez megvalósul, akkor ez jelenthet bármiféle előnyt visegrádi országokra, és onnantól kezdve nyomás az EU-ra? Tehát, hogy elindulhat egy folyamat? Jelenleg az Unió abban a szakaszban tart, hogy ez egy politikai, óriási politikai kockázatvállalás. Tehát lehet erre a 19-re lapot húzni, lehet, hogy lesz egy olyan politikai pozíció, amit be lehet egyszer cserélni, és azt mondjuk, hogy a visegrádiak mondjuk enyhítenek ezen az állásponton cserébe valamiért, amit a németek vagy a nettó befizetők adnak. Mondjuk a 2020-tól tartó költségvetési pénzeknek nem olyan radikális csökkentése, de ezt nem látjuk most előre, hogy milyen más konstellációk Mikor következnek. Látjuk egy utolsó dolog? Mikor látjuk? Hát legközelebb a következő márciusi európai csúcs találkozón már talán többet látunk. Remélem így lesz. Akkor is várjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.